Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Mi várható augusztus hónapban a bika jegyében születetteknél? Ezt megnézzük ennél a jóslásnál. Ez egy általános kirakás, viszont megvan annak a lehetősége, hogy kérj tőlem egy személyes jóslást, egy havi jóslást. A díjam 3500 forint. Először elmondanám azt, mit üzennek a csillagok. Vénusz bolygó az a szerelem bolygója, de utal ránk, hölgyekre is, kihat a párkapcsolatra, jelenthet egy kreatív tevékenységet, vagy a nőiességet. Vénusz bolygó uralkodik a bika jegye felett. Itt Vénusz bolygó otthon van. Tehát mindenki, aki a bika jegyében született, van egy ilyen erős kapcsolat Vénusz bolygóval. Vénusz bolygó augusztusban az ikrek jegyében van, és az a szomszédos jegy. Úgy hat ki, mint jó szomszédoknál. Megvan a bizalom, megvan a közeledés, az ikrek jegye megajándékoz téged a levegő elemével, az jelenti a mozgást, a könnyűséget, a kommunikációt. Mars bolygó az jelenti az élet erőt, de a férfiasságot, a férfiakat is. Mars bolygó a kos jegyében van. Mars bolygó itt jól érzi magát, hiszen uralkodik a kos jegye felett. Mivel a kos jegye a bika jegye mellett van, itt is megvan ez a szomszédos kapcsolat, és az jelenti a bizalmat, a közelséget, és itt is megvan ez a kapcsolat kettőtök között, lesz egy meglepetés, lesz itt is mozgás, előre mennek az események. Merkur bolygó most nincs jó hatással a bika jegyére, ezek lehetnek viták, veszekedések, nézeteltérések, vagy valaki közöl veled valamit, és megbánt ezzel. Jupiter bolygó jó hatással van, Jupiter bolygó a halak jegyében van, ahol otthon érzi magát, hiszen uralkodik a halak jegye felett. Ez jelenti a szerencsét, a lehetőségeket, egy bírósági ügynél segít, hiszen Jupiter bolygó az a halak jegyében, a víz elemében van, és a bika jegye az a föld eleméhez tartozik, és a víz eleme, a föld eleme barátságban van egymással, mint ahogy a természetben is látható, hiszen a földünknek szüksége van esőre. Augusztus 12-én teli hold van. Teli hold megvilágít valamit. Az a fontos, hogy legyenek konkrét célok, türelem, kitartás. Nem szabad ezeket a célokat feladni. Augusztus 27-én új hold van. Ez jelenti a visszahúzódást, a meditációt, el kellene gondolkozni valami felett. Ezen a napon Regulus csillag hatása alatt van ez az új hold, és Regulus csillag az a királyoknak, az uralkodóknak a csillaga, az oroszlán jegyében az oroszlán szívét jelenti. És itt szív dolgokról van szó, tehát szeretetről, szerelemről, szívnyitásról. Ez olyan, mint egy kincses láda, ki kell nyitni és megnézni azt, hogy mi van benne, mi az, vagy ki az, akit szeretsz, vagy kedvelsz. Augusztus 1-én Mars bolygó
és Uranus bolygó egy úgynevezett konjunkcióban áll, az azt jelenti, hogy együtt hatnak. Uranus bolygó hatása alatt vannak változások, vagy egy meglepetés, és Mars bolygó az utal a férfiakra, sokaknál lesznek itt változások. Augusztus 24-én Uranus bolygó megáll, utána visszafele halad. Itt megállnak egy pillanatra az események, vissza kell tekinteni a múltba, vagy valaki gondol rád a múltból kivált változásokat. És most megnézzük a képek üzenetét. Ha te egy hölgy vagy, akkor itt vagy látható a képen. Fölötted nincs kártya. Az utalna a te gondolataidra. Ez azt jelenti, hogy nem engeded meg azt, hogy valaki bepillantson a gondolataidba. De azt is jelentheti, ha valamit tervezel, ne beszélj erről. Előtted ez a virágcsokor jelenti a nőiességedet, a szépségedet, vagy egy kreatív tevékenységet, vagy egy meglepetést, egy ajándékot. De itt van mellette az ostor. Az jelentheti azt, hogy valaki látja azt, hogy milyen szép vagy, irigy rád, megbánt téged, és emiatt vannak ezek a sérelmek. Azt is jelentheti ez a kártya, hogy valaki megbántott téged a múltban, és most újra közeledik hozzád ezzel a virágcsokorral, egy ajándékkal, egy meglepetése, és szeretne kibékülni veled. Itt megjelenik melletted a nagy medve, és az jelenti a te életerődet. Ha egy férfi vagy, akkor itt vagy látható a képen. A nőknél ez a férfi jelentheti a társat, a lelki társat is. Itt a kártyák fölötte utalnak az ő gondolataira. Itt megjelenik a koporsó. Az lehet egy örökösödési ügy. Itt anyagiakról van szó, amit rendeznie kell. Itt a koporsó mellett a madarak utalnak a beszélgetésekre, és akkor itt ez a torony lehet egy bírósági ügy, ami jelenleg még átláthatatlan, hiszen itt van a felhő, de hamarosan kiderül az igazság. Amit ez a ház és a koporsó jelenthet, a szülői ház, idősebb emberek, vagy az öregek otthona, de jelentheti azt is, hogy ő szeretne itt lezárni valamit, és utána lesz itt mozgás. Ez kihat az otthonára, a környezetére, kihat a családra, és itt rendeznie kell az anyagiakat. Ő ebbe az irányba tekint. Itt látható a magabiztonság, és ő tudja azt, hogy itt kinyílik számára egy ajtó. Ezek a lehetőségek. Itt a gólyák jelentik a változásokat, mégpedig az anyagiakat illetően, az otthonát, a családját illetően, és a szerelmet illetően. Itt van a szerencse, ő boldog veled. Az lehet, hogy a múltban zárkózott volt, erre utal ez a csukott könyv, de most kinyílik itt az ajtó, nyitottabb lesz, ez a zárkózottság elmúlik, hiszen a koporsó ezt lezárja, és akkor itt egy vonalban látható a mozgás, amikor előre mennek az események. Ez a könyv jelentheti a tudását, vagy egy továbbképzést is. Itt a fánál lehet, hogy itt egészségügyi témákról, gyógyító erőről van szó. Amit a fa még jelent, hogy keresi a helyét az életben, ahol le tud gyökerezni. Itt vannak az utak, a döntések, de ez alatta van, tehát ezt ő elnyomja. Augusztus hónapban még nem akar döntéseket hozni.
Ez eltarthat szeptember hónapig, hiszen a fa szeptembert szimbolizálja. És ez a könyv jelentheti a tudását, a továbbképzést is. Itt a könyv mellett megjelenik a hajó, ez a remény, hogy minden jóra fordul, és itt van a gyógyító hatás, ez kihat az érzelmekre is, hiszen a hold jelenti a vágyakat, az álmokat, az elképzeléseket, és a hajó a remény, vagy ez lehet egy utazás, külföldi kapcsolatok, egy közös nyaralás, amit ez az út még jelenthet, egy lelki út, egy lelki kapcsolat kettőtök között. Erre utal itt ez a kereszt, hiszen jelenti azt, hogy a sors utatok kereszteződött, és ez kihat a szerelemre, itt van a sorsok könyve, ez minden úgy alakul, ahogy a sors könyvében ez meg van írva. Itt találkozásról lesz szó, hiszen a sors utatok újra kereszteződik. Amit ez a kártya még jelent, hogy eléritek az élet utatokon ezt a kereszteződést, és elgondolkoztok azon, hogyan tovább, milyen irányba. Itt vannak a döntések, ugyanúgy, ahogy az utak ezt jelzik, holott ő neki még időre van szüksége. A háta mögött itt van a csillagkép, ami szerencsét hoz. Itt mozgásról, beszélgetésekről, vagy egy új kezdetről van szó. Ez mind jó irányba fordul. Ez a mozgás lehet sport, vagy autó is. Itt a horgony ugyanúgy, mint itt a fa, jelenti a biztonság érzetét, ahol le tud gyökerezni, le tud horgonyozni. A horgony jelenti a munkát, a hivatást is. Itt van a munka mellett a ravasz róka, a hamisság. Lehet, hogy nem érzi jól magát a munkahelyén, vagy azt is jelentheti, hogy itt ebben a környezetben van egy hamis nő, ami megnehezíti az életét. Itt sok minden olyan átláthatatlannak tűnik. De ő szakít ezzel a nővel, vagy felmond, és lesz egy munkahelyi változás. Ebben segítenek az egerek, hiszen a kártyavetésnél úgy szoktuk mondani, ahol az egerek megjelennek, felfalnak valamit, és akkor az már nincs ott. Az egerek eltávolítják a hamisságot, a korlátozásokat, vagy ezt a hamis nőt. Itt lesznek szerződések, hiszen itt van a dokumentum, a gyűrű utalhat kapcsolatokra, szerződésekre, és itt kisüt a nap, tehát szerencse lesz, sikerei lesznek. Ami a hivatalos dolgokat illeti, vagy egy bírósági ügyet, itt vannak még nehézségek, valami átláthatatlan, itt van a hamisság, ez lehet egy örökösödési ügy is, és itt valaki megpróbálja becsapni őt. De itt kiderül az igazság, és itt lesznek új kapcsolatok, valaki, aki segít neki ebben a helyzetben. És most megnézzük az egyes heteket. Első hét augusztus hónapban itt látható. Ha egy hölgy vagy, te állsz itt a középpontban. Megvan az életerőd, lesz egy kellemes meglepetés, valaki jön hozzád, vagy valami változik az otthonodat illetően. A téli hónapokban voltak nehézségek, vagy valaki megbántott téged, de lesz találkozás, lesz kibékülés, és itt látható egy jó hír, vagy egy előnyös szerződés. Második hét, július hónapban itt látható. Ő szeretne valamit lezárni. Gondol rád, te értékes vagy számára, hiszen te, az értékek, ő
és a gyermek egy vonalban álltok, és a gyermek utalhat egy új kezdetre. Itt megvan a nyilvánosság, az elismerés, tisztázódik valami, ő gondol rád, itt lesz egy találkozás, lesznek döntések, holott ő szeretné ezt még elhalasztani, itt lesznek fontos beszélgetések, a korlátozások és ez a felhő, ami azt mutatta, hogy fél évvel ezelőtt még valami átláthatatlan volt, itt most kisüt a nap, láthatóvá tesz valamit. Harmadik hét, augusztus hónapban itt látható, ő nagyon magabiztos, változik valami a szerelmet illetően, itt van a szerencse, boldog veled, ő érzi, hogy a háttérben van egy hamis nő, ez lehet egy kolléganő vagy főnöknő, hiszen itt van a kártya, ami a munkát, hivatást illeti, de mivel a gyűrű is megjelenik itt, ez lehet a volt felesége is, és itt láthatóak ezek a nehézségek, ez a hamisság. Ő szeretne valamit változtatni a munkahelyén, de elfordul most még ezektől a témáktól. Utolsó hét, augusztus hónapban itt látható a tudás, vagy egy továbbképzés, itt le tud gyökerezni, jelentheti a gyógyító erőt, vagy ezen a témán lesz a továbbképzés, itt van a remény, lesznek külföldi kapcsolatok, változások, ami kihat az érzelmekre, ő szeretné az álmait megvalósítani. Ő tudja, hogy itt lezár valamit, lesznek döntések, egy új kezdet, de ő szeretne szeptember hónapig várni. Itt ez a kígyó jelentheti a megújulásukat, de lehet egy hamis nő is. Itt válásra, szakításra kerül a sor. Az egerek eltávolítják ezt a hölgyet, az egerek eltávolítják a hamisságokat, a korlátozásokat, vagy ha itt egy bírósági ügyről van szó, vagy hivatalos dolgokról, akkor azt eltávolítják az egeret, tehát lezárulnak ezek a témák. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!